Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket Tatárszentgyörgyön. Abból az alkalomból, hogy a mai rendezvény keretében olyan pillanatoknak lehetünk mindannyian tanúi, amely esemény a falu közösségének életében egyedülállónak számít. Csergő Zsuzsanna vagyok, és a mai ünnepségen engem kért fel a helyi önkormányzat a moderátori feladatok lebonyolítására. Kedves vendégeink! A mai nap különlegessége, hogy átadásra kerül a községben a képviselőtestület által 2012. évben első alkalommal odaítért Tatárszentgyörgy díszpolgára cím. És az emberi erőforrások miniszterének, Balogh Zoltán miniszter úrnak a döntése alapján két nyugdíjas pedagógusunknak adományozott állami kitüntetés. A pedagógus szolgálati emlékérem. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, szép napot kívánok mindenkinek. A mai napon olyan eseményre jöttünk el mindnyájan, amely eseményről elmondható, ahogy az elmúlt két esztendőben számos esetben már megszokottá vált, új fejezetet nyitunk Tatárszentgyörgy történetében. Első alkalommal kerül átadásra a településen a Tatárszentgyörgy díszpolgára cím. 2010 év végén Tatárszentgyörgy község képviselőtestülete polgármesteri előterjesztésre számos olyan díj alapításáról döntött, amelyek addig nem léteztek a településen, azonban mindannyian úgy gondoltuk, hogy szükség van olyan eszközökre, lehetőségek megteremtésére, melyekkel el tudjuk ismerni és meg tudjuk mutatni olyan emberek munkásságát, akik életük folyamán sohasem meghátrálva, mindig a hivatásuknak élve mozdították elő nemzetünk, településünk életét, és alapozták meg biztonságos jövőjét. Tatárszentgyörgy történetében, életében is vannak ilyen emberek. Nagyon sok ilyen ember van, hiszen minden olyan egyházi személy, pedagógus, orvos, vagy pozíciót be nem töltő, csak egyszerűen az életében példát mutató ember, aki nap mint nap nekiindul az életnek, és próbálja azt jobbá és békésebbé tenni, akár egy tanóra, akár egy diktatórikus rendszerrel szembe menve, börtönt is vállalva, vagy csak küzdve a legnagyobb problémákkal, előteremtve családjának az asztalra kerülő ételt és az élethez szükséges legalapvetőbb dolgokat, már díjat érdemel. Azonban nekünk, magyar embereknek ma pont arra van a legnagyobb szükségünk, amiből a legnagyobb hiányt szenvedi el ez a nemzet. Kezdenek elfogyni példaképeink. Példaképeink, akik erőt adva, életprogramot mutatva segíthetnek abban, hogy minden nap megújult erővel tudjunk alkotni, akarjunk alkotni. Az is lehet, hogy igazából nem is szenvedünk mi példaképek hiányában. Csak egyszerűen jobban tetszik a televízióban látott sztárok és maszkírozott emberek maszkírozott világa, és nekünk magyaroknak ők lettek példaképeink. Persze tudjuk, az egy hamis világ. Színjáték, az élet nem arról szól, s nem olyan egyszerű, mint azt mutatják, elénk tárják. Miért van ez? Miért félünk valakit követni? Miért nem merjük csak félve vagy suttogva elismerni valaki munkásságát? Gőg és a belőle táplálkozó irítség. Nem én találtam ki. A Szentírás erről nagyon sokat ír, számos probléma gyökerének és az ember harmonikus belső világának felbomlásában ott vannak okként az említett hibák. És mi ezzel Tatárszentgyörgy közössége szeretnénk szakítani. Véget vetni egy átoknak, amit a magyar nemzet saját maga épített be életébe, történelmébe. Szeretni, elismerni, tanulni, alkotni szeretnénk, és mikor mindennek a birtokában vagyunk, tovább akarjuk ezeket adni, ahogy Fábián atya, Szilvi néni és Oti néni is megtették. És miért kell ehhez díj? Miért kell ezt díjazni? Hiszen olyan magától értetődő lenne ez a viselkedés.
ez az isteni teremtéskor belénk oltott lelki, akarati és értelmi megnyilvánulás? A fentebb elmondottak alapján ezek mégsem olyan egyértelmű dolgok. Szükség van azokra az emberekre és elismerésükre, akik életük példájával visszavezetnek bennünket arra az útra, amely a jövő nemzedékének megmaradásáért született meg. Természetesen minden embernek vannak hibái, tévedései, mert nem vagyunk tökéletesek, de maga az élet sem tökéletes, mégis ragaszkodunk hozzá. Lehet, hogy példaképeink sem tökéletesek, de alkotó munkájukkal és tévedéseikkel, hibáik felismerésével és azok kijavításával már nekünk tették könnyebbé az életünket, hogy megtanuljuk, mi az, hogy alkotni, cselekvően szeretni, és azt, hogy melyek azok a hibák, amiket mi már ne kövessünk el. Ma két díjat is át fogunk adni három olyan személynek, akik életükkel példát mutattak, mutatnak nekünk. Nekünk, akiknek ezek után a felelősségünk az lesz, hogy életünkben, hivatásunkban minél jobbak és elkötelezettebbek legyünk, átadva örökségüket a felnövekvő ifjúságnak. A díj számomra olyan, mint amikor egy gyermek örömében, szeretettől telve és a biztonságot érezve magához szorítja, áttöleli a szüleit. A Tatárszentgyörgy díszpolgára cím és a pedagógus szolgálati emlékéremdíj Tatárszentgyörgy közösségének az ölelése díjazottjai felé, mely örömből és szeretetből fakad. Kedves vendégeink, ünnepségünk nyitányaként hallgassák meg Erkel Ferenc Bang Bang című operája leghíresebb áriájának a zenei anyagát trombitán előadva, mely címét Hazám, hazám a szöveg egy részletéről kapta. A művet előadják Mészáros Csaba és Kocsis Rihárd. Ezt követi Mészáros Balázs és Kajdácsi Endre Tatárszentgyörgy szép helyen van című trombitajátéka. Felkészítő tanáruk Hornyák György. Fogadják őket szeretettel. Tatárszentgyörgy község önkormányzatának képviselőtestülete a 2012. évben a község életében először ítélte oda a Tatárszentgyörgy díszpolgára címet. A helyi kitüntető címek díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 15/2010. Évi önkormányzati rendelet
vonatkozó bekezdése szerint Tatár-Szentgyörgy díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével, mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez. Továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. 2012. évben Tatár-Szentgyörgy község önkormányzat képviselőtestülete Tatár-Szentgyörgy község díszpolgárának Zselepszky György Fábián atyát választotta. 1932. március 13-án vasárnap 12 órakor született egy három gyerekes család elsőszülöttjeként Indzsiánban, Jugoszláviában. Ugyanezen településen kezdte meg általános iskolai tanulmányait. 1944-ben szüleivel és két testvérével Magyarországra települt. Az atya személye, munkássága, embersége, elhivatottsága, Tatár-Szentgyörgy közösségéért tett áldozatos munkája mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Zselepszky György atyát a település Tatár-Szentgyörgy szülöttjének tekintse. Általános iskolai polgári tanulmányait Tatár-Szentgyörgyön fejezte be, ahol Bartalos atya, Tatár-Szentgyörgy akkori plébánosa vette szárnyai alá a fiatal, a papi hivatás iránt érdeklődő fiút. Zselepszky atya így már fiatalon eldöntötte, hogy papi pályára lép. Ez a döntése további élete minden színterére kihatott. Középiskolai tanulmányait Vácon végezte. Majd a középiskola befejezése után 17 évesen csatlakozott a kármelita rendhez, melynek jelentése termékeny föld, valamint a rend jelmondata szeretni Istent és megszerettetni őt. 1950-ben Magyarország összes szerzetes rendjét feloszlatták, így a kármelita rendet is. Az atyát pedig munkaszolgálatra kötelezték, mely három éven keresztül meghatározta mindennapjait. Ezekben a viszontagságos időkben sem tett le gyermekkora álmáról. Így 1956-ban megkezdte tanulmányait, mint teológus hallgató Vácon, melynek elvégzését követően 1962. június 17-én katolikus pappá szentelték. Áldozatos munkáját 1962-ben Szolnokon kezdte meg káplánként, ahol 1964-ig segítette az egyházközséget. Életének következő állomása Szegvár volt. Egészen 1968-ig. 1968 és 1969 között Izsákon teljesített egyházi szolgálatot. Plébánosként került Kígyósra 1969-ben, de szolgálta az egyházközséget Tápén, Pécset, Komlón, Keszthelyen, Kiskunmajsán, Jászszentlászló településeken is. Az 1990-es évek elején a kármelita rend újra alakult, melynek Zselepszky György atya, vagy ahogy a rendben hívják, Fábián atya, a mai napig tagja. Az atya jelenleg Kunszentmártonon teljesít szolgálatot, vezet lelki gyakorlatokat. Tatár-Szentgyörgy egyházközsége sokat köszönhet Fábián atyának, hiszen az atyától kapta a plébánia teljes felszerelését és berendezését, valamint a legünnepibb miseruhát. Az atya mindig készen állt szolgálni a közösségeket, így Tatár-Szentgyörgyön is éveken keresztül látta el a helyettesítést paphiányos időszakban, önzetlen szolgálatként. Így az atyának köszönhetően a Tatár-Szentgyörgyi Egyházközösség sosem maradt lelkivezető nélkül, mert Fábián atya legyen bármennyire elfoglalt, mindig tudott időt szakítani gyermekkora színhelyének lakóira. Polgármesteri előterjesztésre, Krisztus szolgálójaként, a katolikus egyházért, az emberi közösségekért, a magyar nemzetért végzett áldozatos munkájáért, Tatár-Szentgyörgy jó hírnevének öregbítéséért
Zselepszky Györgynek, Fábián atyának, Tatárszentgyörgy község önkormányzatának képviselőtestülete egyhangú döntése alapján a 2012. évben a Tatárszentgyörgy díszpolgára címet adományozta. Kedves tatárszentgyörgyi testvéreim és a többi vendéget még szeretettel köszöntöm, és el kell mondanom, hogy rendkívül meghat engem ez a dolog, és az első reakció az volt, hogy mindenképpen lemondok erről a címről, de aztán azt mondták, hogy ha egyszer a tatárszentgyörgyiek így döntöttek, akkor nem illik ilyet tennem. Az egyik, a másik pedig az, hogy állandóan úgy éreztem, hogy én még soha semmit nem tettem Tatárszentgyörgyért, és hogy meglepődök, hogy ennyi mindent kitaláltak a testvéreim, hogy mindenért akarnak nekem hálásak lenni. Az igaz, hogy akartam mindig hűséges lenni az egyházamhoz, és hát a Tatárszentgyörgyöt is mindig szerettem, és jól éreztem abban a kevés időben, amikor itt laktunk. Aztán elkerültem Regőci atyához, aztán munkaszolgálatos voltam, és ez az időszak is nekem rendkívül tetszett. Ez a hazámhoz, a nemzetemhez, én nagyon éreztem, hogy fontos ebben a vérzivataros időkben ilyen, mint egy vértanúi helyzetet vállalni, és ebben ereget tenni, és köszönöm a testvérek imáját, és én is imádkozom, hogy sok szent legyen Tatárszentgyörgyről, és kiváló ember, akik becsületesek és hűségesek a nemzetünkhöz és az egyházhoz. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Tatárszentgyörgy község önkormányzat képviselő testületének felterjesztésére a pedagógusi hivatásban végzett szolgálatért, áldozatvállalásért, példaértékű emberi értékeikért, Tatárszentgyörgy település közösségének egyetértésével, a közösség képviselő testületének jóváhagyásával kerülnek átadásra a Balogh Zoltán miniszter úr által adományozott pedagógus szolgálatért emlékérmek két olyan nyugdíjas pedagógus részére, akikre méltán büszke a tatárszentgyörgyi emberek közössége. Mielőtt azonban a díjátadást megkezdenénk, ünnepségünk keretében a pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetettjeit, Valentin Józsefné Szilvi nénit és Szlama Imréné Oti nénit, Leskó János, Ha visszanézel című vers egy részletével köszönti. Ha visszanézel. Azt álmodtad régen, hogy irányíthatod majd a napot. Miközben szívveréseddel neveltél virággá sok magot. Ezért ma szemedben ezernyi gyermek szemfénye villan. Lelked fáradt zsoltárait zengetik magadban halkan. Lábújhegyen jár benned parányi, féltett örömöd, pedig karácsonyfádra dísznek, a szíved is felkötöd. Bagolyhangú multikoltja, nem teljesült vágyaid, megváltód is magad vagy, megállított percnyi boldogságaid. Másokért eljegyzett sorsodat már nem is számoltad. Hozzátörődtél akkor is, ha éppen nem úgy akartad. Bajaidat elhordták sorra a rohanó esztendők. Futva húzni is megtanultad az emelkedőt. Ha rátszakad néha a gondterhes ég, hitettől száll el a reménytelenség. Mented a mosolyt, véded az örömöt, kiharcolt igazad, még meg is köszöned. Köszönts ránk fényesebb hajnal, reményteli, világos holnappal. Jöjj el, egyértelmű akarat, nagytettű idő, add meg magadat. Ma napsüti
ünneplő lelked átlátszó ablakát. Nem szeretni nem tudsz, benned rejlik a világ. Valentin Józsefné, a tatárszentgyörgyi emberek szívinénie, 1921. július 20-án született Lajos Mizsén. Szilvi néni 1947. június 28-án szerezte tanítói oklevelét a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán. Diplomáján még alig száradt meg a tinta, amikor tatárszentgyörgyre került, és iskolánk tanítója lett. 1950. július 30-án házasságot kötött Valentin Józseffel, és a közös élet legszebb gyümölcseiként 1951-ben megszületett Szilvia, majd 1953-ban Katalin kislányuk. 1966-tól 1968-ig a Ladánybenei Általános Iskolában dolgozott, ám 1968. február 1-től újra a mi tanítónénink lett. Évek, évtizedek során végezte munkáját szívvel, lélekkel, határtalan lelkesedéssel. Még elgondolni sem tudjuk, hány apró kezet fogott meg, amíg az ügyetlen elsősből írástudó gyermek lett, hány hibát javított ki, amíg olvasni tudtak tanítványai, hány szomorú gyermeket vigasztalt meg. Híres volt szigoráról, igényességéről, igazságosságáról és következetességéről. Sokat tett az iskolás gyermekek szabadidejének megszervezéséért, az iskolai közösség fejlesztéséért. Ritkán múlt el olyan hónap, amikor nem rendezett gyermekszereplőkkel színi előadást az egész falu legnagyobb örömére. De ugyanilyen lelkesedéssel tanítottak kötni, horgolni, gyöngyöt fűzni és dísztárgyakkal készíteni tanítványait. Mindig gondolt a gyermekekre, hiszen egy bécsi útjáról hazatérve gránátalmát és más olyan gyümölcsöket hozott a diákjainak, ami újdonság volt számukra. 1958-ban tagja lett a Magyar Vörös Keresztnek. Nyugdíjba vonulása pusztán formalitás volt. Valójában akkor sem szakadt el iskolánktól, napközis nevelőként dolgozott tovább. Így még több lehetőség volt, hogy rengeteg tapasztalatát átadja fiatalabb kollégáinak, segítse őket. Fiatal pedagógus jelölt tanítványa szerint Szilvi néni mentortanárként, ha bármit nem tudott, akkor estéket hajlandó volt azzal töltenie, hogy felkészítse az egyik napról a másikra őt, pedig neki is volt családja. Az 1991-92-es tanév már nélküle kezdődött. Akkor Budapestre került, s még évekig dolgozott nyugdíjasként a budapesti Pannonia utcai általános iskolában. Egy súlyos, de szerencsés kimenetelű betegség azonban jelezte, hogy most már magára is kell figyelnie. Szilvi néni a családjával éli jelenleg Budapesten a mindennapokat, de a tatárszentgyörgyi közösség mindig szeretettel gondol rá, és nagy örömmel látják a településen. Szilvi néni mai napig visszajár községünkbe, érdeklődik az iskolában folyó munkáról. Nagy örömünkre 2007. június 26-án a tatárszentgyörgyi általános iskolában vehette át a 60 éves szakmai tevékenységének elismeréseként a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola által kiállított gyémántoklevelet. A tatárszentgyörgyiek nagy szeretettel és örömmel beszélnek Szilvi néniről mind a mai napig, és azon időket is gyakran felidézik, amikor még diákok voltak, mely idők szép emlékként élnek mindannyiunkban. Kedves Szilvi néni! A tanítványok nevében fogadja tőlem Mentovics Éva Köszönöm című versét, hálánk és köszönetünk jeléül, mindazon tudásért, amely megalapozta boldogulásunkat az életben. Mentovics Éva, köszönöm. Ő tanított betűt írni. Megfogta a kezemet. Így biztatott. Nehogy feladd. Ügyes vagy, ez megy neked. Mosolyával simogatott. Dicsért kedves szóval. Ha valami rosszat tettünk, elég volt egy sóhaj. Ha az utcán átsétáltunk, kézen fogva vezetett, ha valamit megkérdeztünk, már is jött a felelet. Mesét mondott, dalolt nekünk, kedves csengő hangon.
míg dalait azóta is, ma is szinte hallom. E kis virág elmond mindent, amit én csak érzek. Az elrepült, dolgos évet így köszönöm én meg. Kedves Szilvi néni, gratulálok kitüntetéséhez! Szlama Imréné, Oti néni, 1928. április 21-én született Jászberényben. Általános iskolai tanulmányait a Jászberényi Általános Iskolában végezte. A Jászberényi Tanítóképző Intézetben 1951. júniusában képzett tanítóként diplomázott. 1951. szeptember 1-től 1954. szeptember 21-ig első munkahelye pedagógusként a Kunbaracsi Általános Iskola volt, itt tanítónőként dolgozott. 1951-ben házasságot kötött Szlama Imrével, és közös életük során 1953-ban megszületett Ági lányuk, majd 1963-ban Gábor fiuk. 1954. szeptember 21-től a Tatár-Szentgyörgyi Általános Iskolában tanított alsó tagozatos diákokat 1992-ig. A helyi általános iskolai munkája során hosszú éveken át volt munkaközösségi vezető, illetve munkássága során mindig segítette a rendezvények szervezését, lebonyolítását. A klasszikus pedagógus megtestesítője volt. Önzetlen hozzáértéssel tanított és segített gyerekeket, szülőt és kollégát. Az egyik kollégája elmondása szerint Oti néni az órái keretében már a 6. osztályos diákéveiben azzal is segítette, hogy biztosította a tanítási lehetőséget számára és mindazoknak, akik a tanári pályára szerettek volna lépni. Tanítványai közül így többen lettek pedagógusok. Oti néni mosolygós, kedves személyisége meghatározta a nevelő munkáját és a gyermekekkel való kapcsolatát. Tanítványai szerint Oti néni anyáskodó és szeretetteljes tanítójuk volt, aki a családok életét ismerte. Alakította a gyermekek ízlését. Süteményt vitt nekik, és ezzel ösztönözte őket, hogy ők is képesek elkészíteni hasonlót. Végig kísérte 8-ig az osztályok életét, annak ellenére, hogy elsősorban a legkisebbeket, az első és második osztályosokat tanította. Nagy türelemmel és szeretettel bánt növendékeivel. Mindig a munka becsületére és takarékosságra nevelte a rábízott gyermekeket. Kollégái szerették, tisztelték. Követendő értéket képviselt. Szakmai munkáján kívül megjelenése is mindig a pontosságot és tökéletességet sugározta. 1992-ben Budapesten vállalt munkát a Pannonia utcai általános iskolában, ahol napközis nevelőnőként dolgozott. Oti néni jelenleg Tatár-Szentgyörgyön éli nyugdíjas éveit. Kedves Oti néni, a tanítványok nevében fogadja tőlem szeretettel a szálvirágot, hálánk és köszönetünk jeléül, mindazon tudásért, amely megalapozta boldogulásunkat a életben. Örülök annak, hogy régi tanítványaim, volt tanítványaim nem felejtettek el, és ma is úgy emlékeznek rám, hogy szigorú voltam ugyan, de igazságos. És köszönöm a polgármester úrnak és a képviselőtestület tagjainak, hogy gondoltak ránk, és ezt a jutalmat szeretném megköszönni. De azoknak is köszönöm, akik segítettek ezt a szép ünnepét megtartani. Köszönöm szépen! Tisztelt jelenlévő! Kérem, hallgassák meg rövid mondandómat, amit egy idézettel szeretnék kezdeni. Egy ismeretlen finn költő versében olvastam, a legnagyobb művészet tudod mi? Derült szívvel megöregedni. Hát ezt én is vallom. Bár szerencsés embernek mondhatom magam, mert életemben mindig azt csináltam, amit szeretek. 55 évig gyerekek között voltam, akiktől nagyon-nagyon sok szeretetet, ragaszkodást, örömet kaptam. Ez az elismerés is,
amit tisztelettel megköszönök az elnök úrnak, a polgármester úrnak, mind a kettőnek, és a képviselőtestület minden tagjának, és mindazoknak, akik úgy érezték, hogy ezt az elismerést én megérdemlem, egy ragyogó gyöngyszeme lesz hátralévő életemnek. Mert az életet nem azok a napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem amikre emlékezünk. Köszönöm szépen! Kedves ünnepeltek! Kedves Fábián atya, Szilvi néni, Oti néni! Idén felújításra került falunk temploma, a 154 éves Szent Vendel római katolikus templom. A Vidékfejlesztési Minisztérium segítségével újra a régi szépségükben pompáznak freskóink. A felújítás során a templom sok nemzedéken át koptatott lépcsőjének fájából sikerült egy darabkát átmentenünk a múltból a jövőbe, melyből elkészítettük hitünk jelképét. Ez az ajándék emlékeztesse önöket kis falunkra, az itt élő emberek szeretetére. Fogadják tőlünk sok szeretettel.
Elnök úr, az év vége felé közeledve egyfajta támadás történik, és ilyenkor nem csak a megye, hanem a települések is visszatekintenek, hogy kik azok, akik akár az egész évben, vagy akár egész életművőkkel érdemesek arra, hogy díjazzák őket. Ezek a feladatoknak a kedvesebb részei, igaz? Azt gondolom, igen. Ha már visszatérünk erre az évre, ez az év talán még inkább nehéz volt a tavalyihoz képest is, hiszen egy nagyon komoly átalakítás kellős közepén van az ország. Valaki úgy fogalmazott, hogy ez olyan, mint amikor egy lakásfelújítás történik. Úgy érezzük magunkat, hogy már a mesterek túlságosan régóta vannak ott, és még nem látjuk pontosan a végét. Ugyanakkor mindenki azt szeretné, hogy a lakásfelújítás végén minden a helyére kerüljön majd, és minden ugyanolyan, vagy talán még szebb legyen, mint előtte volt. Valahogy így érezzük ezt az átalakítást Magyarországon is. Kicsit már türelmetlenük vagyunk, hogy mikor fog már befejeződni. Én azt tudom mindenkinek mondani, hogy a mestereket kétszer várják először, hogy mikor jönnek, és utána mikor mennek. Hamarosan ez az átalakítás is befejeződik, és remélem, hogy Magyarország egy olyan élhető hely lesz, ahol mindenki megtalálja a számítását. Ez a mai alkalom is pontosan arra a példa, hogy ettől függetlenül nem szabad elfelejtkezni azokról az emberekről, akik sokat tettek a közösségért, és ahogy a polgármester úr is elmondta, nem a televízióból kell hősöket találnunk magunknak. Én azt hiszem, hogy nem is kell nagyon messzire mennünk, nem is kell nagyon sokat kutatnunk, hogy olyan embereket találjunk, akikre büszkék lehetünk. Egyedül azt nehéz a mai nehéz világunkban megtalálni, hogy hogyan mutassuk meg őket. Mert valóban sok esetben a talmi csillogást azt előbbre veszik az emberek, hogyha kétszer-háromszor hallják a televízióban valakinek a nevét, akkor azt már celebnek tartják. Pedig azok az emberek, akik egy élet munkájával tudnak büszkélkedni, azokat is legalább olyan fontos megmutatni. Ezeket az embereket is meg kell tudnunk mutatni. Egy kis közösségnek azokat az embereit, akik például itt ez a két pedagógus hölgy, nem is tudni, hogy a mostani tatárszentgyörgyiek közül kikkel nem találkoztak az iskolában. Ezeket az embereket értékként kell megtalálni, és itt volt egy érdekes mondat a pedagógus hölgynek a szájából, amikor azt mondta, hogy arra emlékeznek, hogy ő mindig kemény és igazságos volt, és a mögöttem ülő egyik tanítvány azt mondta, hogy hát azért nem mindig, tehát ezek a kis furcsa mondatok is bennünk vannak, ezekre az emberekre szeretnénk büszkék lenni, és szerintem van értelme büszkének lenni az ilyen emberekre. Magtelevízió. Önökért vagyunk.